finomabb. Mind gondolkozol olyan nagyon mélyen? Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a darab legelején, amikor elkezdődik, bemutatni a főszereplőket. Az nehéz is lehet. De még milyen nehéz. Elkezdődik az előadás, a nézőtér elcsendesedik, színészek lépnek be a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóságig. Néha pláne egy egész negyed óráig, míg a publikum megtudja, hogy melyik mit akar és kicsoda. Érdekes a te agyvelőd. Egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterségedet. Azt nem is lehet. Nem múlik el egy fél óra, hogy ne beszélni színházról, színészekről, darabokról. Más is van a világon. Nincs más. Drámaíró vagyok, és ez nagy átok. Már Alfonsz Dódé megírta az emlékirataiban, hogy amikor az apja meghalt, arra gondolt, hogy milyen hatásos jelenet volna ez színpadon. Jó, jó, de azért ennyire mégsem lett az ember rabszolgája mesterségének. Aki nem ura, az rabszolgája. Középút nincs. Hidd el. Jól elkezdeni egy előadást, ez egyik a legnehezebb színpadtechnikai problémáknak. Gyorsan mutatni be a figurákat. Hát vegyük például ezt a képet itt. Mi három. Három smokingos úr. Ha nem ennek a nagyúri kastélynak ebbe a szobájába lépnénk be, hanem valami színpadra, amikor egy darab éppen elkezdődik, egy csomó érdektelen dolgot kéne össze-vissza beszélnünk, ameddig kiderülne, hogy kik vagyunk. Hát nem volna sokkal egyszerűbb a dolgot úgy kezdeni, hogy előállunk és bemutatkozunk. Jó estét kívánok! Mi hárman itt ebben a kastélyban vendégek vagyunk, most az ebédlőből jövünk, kitűnően vacsoráztunk, megittunk két üveg pezsgőt. Az én nevem Turai Sándor, színműíró vagyok, 30 éve írom színdarabokat, ebből élek, pont, most el. Nevem Gál, szintén színműíró vagyok, ugyancsak darabokat írok, mégpedig kivétel nélkül mindig ennek az itt jelenlévő úrnak a társaságában. Mi ketten híres darabíró firma vagyunk. Minden jó bohózat és operetszöveg színlapján ez áll, írta Gál és Turai. Természetesen szintén ebből élek. Ez a fiatal úr pedig... Ez a fiatal úr pedig engedelmükkel... Ádám Albert, 25 éve zeneszerző. Én írtam a zenét ennek a kedves úrnak a legújabb operettjéhez. Ez az első színpadi munkám. Ez a két éltes angyal fedezett fel engem, és most az ő segítségükkel szeretnék híres lenni. Ők hivattak meg ide ebbe a kastélyba is. A frakkomat és a smokingomat is ők csináltatták. Tudnilik egyelőre még szegény és ismeretlen vagyok. Egyébként korán árvaságra jutottam, és a nagymamám nevelt fel. A nagymamám már meghalt most, egyedül vagyok a világban. Se nevem, se pénzem. De fiatal vagy! És tehetséges! És szerelmes vagyok a primadonnába. Na hát ezt már nem kellett volna mondanod, ezt a publikum magától is kitalálta volna. Hát nem ez volna a legegyszerűbb, így elkezdeni egy darabot. Hiszen ezt lehetne könnyű volna a darabot írni. Hát nem is olyan nehéz, hidd el. Nézd kérlek. Jaj, csak el ne kezd megint színházról beszélni, torkig vagyok vele. Majd holnap beszélünk, a parancsolod. Igazad van, végre egy pár nyugodt, gondtalan óra. Ez a gyönyörű autóutazás, és Olaszország! És Isten veled, íróasztal, írógép! Isten veletek, rossz illatú kulisszák, hamis színészek és igazi direktorok.
Egész évben örülök ennek a pár hétnek, amelyet itt szoktam tölteni. Remek hely, kitűnő házigazda, igazi úr és igazi barát, aki szabadjára engedi a vendégeit. Aztán szeretem ezt a finom, gazdag világot itt, amely annyira nélkülözhetetlen még a legrosszabb operett szövedegekben is. És ne feledjük a legnagyobbat, uraim! Készen van a munka! Készen van az új operett! És nyár van! És szép az éjszaka, és előttünk a kék tenger! És kitűnő volt a vacsora, és még nincs is nagyon késő, 2:10, egy szép nap, érdemes megjegyezni. Péntek. Úgy van. Bár ne volna úgy. Kezdődik az önkínzás a babonával. Kérlek, nem szabad pénteken érkezni. Ugyan, uraimat, mindegy az, hogy péntek, szombat, vasárnap, vagy tavasz, nyár, ősztél, minden szép. Nekem a kedd a rossz napom. Például te kedden születtél. Hát kérlek szépen, eddig már a következő pehjeink voltak a péntek miatt. Délben San Martinónál zuhogó eső és gumidefekt, emiatt 1 óra késés. Délután Fiarónál kutyagázolás, megállás, népgyűlés, feszekedés és fizetés, emiatt ideérkezés este 8:10, péntek. Ki nincs itthon? A nagyszerű házigazda és az egész társaság. Köztük az, aki miatt tulajdonképpen idejöttünk, kiránduláson vannak. Péntek. Hol a primadonna? Az ifjú és tehetséges, a legszebb, a legédesebb, ennek a kastélynak legfontosabb vendége, velük van a kiránduláson. Visszajön estére? Nem. Mikor jön vissza? Nem tudja senki. Péntek. Majd visszajön. Ha most jön, már szombaton jön. Holnapig várni, hogy láthassam, az egy egész hosszú éjszak. Péntek! Hát akkor most jövök én. Péntek! Ragyogó ebéd San Martinóban, felülmúlhatatlan eszpresszó kávé. Ebéd közben igaz zápor, de a kávénál váratlanul napsütés, tehát pormentes országút, illatos levegő. Kutyagázolás, népgyűlés, igaz, de 2 szerencse. A kutya életben maradt, és minket nem vertek meg. Megérkezés a kastélyba késve, igaz, de megint szerencse, nincs itthon senki. Ezért a fáradt utasoknak nem kell kínos társalgást folytatniuk, mégis felséges paprikás csirkét kapnak a hazától, távol az olasz tenger partján. És a főszerencse, uraim, a legnagyobb, ez a szoba itt. Ez a szoba itt, az angyalé mellett. Ezzel az átjáró ajtóval, éppen ez a szoba üres, és hála régi barátságunknak a főkomornyikkal számunkra kijelölteti. Hát ez csak szerencse. Az ő szerencséje. Az ő szerencséje, a mi szerencsénk is. Ha ők ketten boldogok, neki szebb melódiák jutnak az eszébe, az angyal pedig szebben énekli azokat, a siker pedig közös, mindenikünké. Nincs itthon. Annál szebb lesz a meglepetés, amikor az angyal az éjszaka folyamán mit sem sejtve hazaérkezik a kirándulásról, bemegy a szobácskájába, lenyugszik az ágyacskájába. Miért kicsinyítesz te, bájos? Szép nagy szobája van és óriási ágya. Én ismerem ezt a helyzetet. Na mindegy, a lényeg az, hogy hazajön és nem is sejti, hogy itt vagyunk. És elhoztuk neki a kész operettet, uraim! A kész operettet! És hajlandók vagyunk neki ebből az operettből elénekelni azt a még nem világhírű, de biztosan világot hódító nagy válcert, a fő válcert, az égbe szárnyaló válcert, amelyet ez az ártatlan ifjú szerelmes szívének minden lelkesedésével... Még elbizakodik. Mindjárt 14:30. Uraim, van egy indítványom, feküdjünk le. Holt fáradt vagyok, énekeljünk holnap. Ha eddig nem jött, reggeli marad. Én ismerem ezt a házat. Reggel 5-kor keltünk föl, 400 kilométer zúg a fejembe. Na, az ártatlan ifjú már alszik is. Nem alszom, minden szót hallok. Hát mit mondtam? Reggel 5-kor, 400 kilométer, meg... valamit a fejedben. Na látom. Én sem bánom, hogyha a meglepetést reggelre haladjuk.
Majd a Vácerrel ébresztjük fel. Csak addig meg ne tudja, hogy már itt vagyunk. Te csak bízzál mindig bennem. Szigorúan meghagytam odalent az öreg portásnál, hogy reggeli a világon senkinek ne árulj el, hogy megjött. Itt a portás majdnem olyan nagy úr, mint a házigazda. Akkor én megyek fürödni. Szép, logikus összefüggés. Mi köze a fürdésnek a portáshoz? Gyűlölöm a logikát. Most akarsz fürödni? Igen. A tengerben? Nem, a kádban. Ja. Így álmosan, fáradtan, reményteljesen boldogan ülni egy kád langyos vízbe, lehúnyt szemmel. Az nagyszerű, megyek is. Csak menj, fiam, eredj! Csak, ami jól esik. A művész, amikor alkot, ápolni kell. Ismerted a nagymamáját? Nem. Ilyen kicsi volt. Ő volt a legkisebb öregasszony, akit valaha életemben láttam. Ő az oka annak, hogy ez a fiú ilyen gyámoltalan gyerek maradt. Sose felejtem el, amikor először hozta fel hozzám bemutatni. Valósága rám kiáltott. Ez a gyerek zseni! Azonnal hallgassa meg a szerzeményeit! Hogy reszkedtem én akkor? Hát még én. Bizony, az anyja szép, csendes asszony volt. Én már nem is igen emlékszem rá. Ó, én szinte magam előtt látom. Bizony, az ilyen fiatal tehetségnek néha nagyon sokat kell küzdenie, míg végül beérkezik. De veled ez nem fog megtörténni, mert te rád két okos ember vigyáz. Hát csak menj, fiam! Szeress, fürödj, aludj, örülj a mennyasszonyodnak, örülj ennek a szép életnek! Te ne veled álmodozóvá, meg kell neki ismerni az élet keserűségeit is! Ez neked olyan sürgős! Nekem nem. Hát neki még kevésbé. Hát csak menj, fiam! Pihent ki magad, reggel aztán légy friss és jókedvű! Szóval, ez itt az én szobám? Ez angyalkám, és amögött a fal mögött lakik ő, a boldog mennyasszony. Tulajdonképpen klasszikus helyzet, ugyanaz, mint Pirámus és Tisbe helyzete a Szent Iványi álomban. Szerelmesek egymásba, és egy fal választja el őket. Hogy is mondja Pirámus? Te fal, ó fal, drága kedves válasz, mely az ő telekjük, s amilyen közt áll. Megint színház, megint színház. Ti ketten. Nyugodt lesz, mi az ellenkező oldalon lakunk. A mi szobánk arra felé van. Egy szobában laktok ketten. Mindig igazi társszerzők egy pillanatra sem hagyják el egymást. A legkisebb ötletnek sem szabad elvesznie. Azon kívül én álmomban beszélni szoktam. Állítólag ilyenkor mondom a legjobb vicceket. Ő meg ébren alszik, és mindig mindent följegyez. Atyáim, egy kijelentést óhajtok tenni. Szeretlek benneteket. Az élet szép, és én boldog vagyok. Hát erre a határozott kijelentésre hajlandó vagyok meginni egy pohár jó konyakot. Kettő! Örül a lelkem, hogy ezt a gyereket ilyen jókedvűnek látom. Nekem sose volt gyerekem. És így, túl az 50 évem, az ember szíve úgy tele van atyai szeretettel, hogy szinte kell hozzá valami gyerek. Erre a szegénykére igazán ráfér az atyai gondoskodás. Remélem a személyzet még nem ment el aludni. Bizony, az anyja kedves, szép, csendes asszony volt. Oda lent a tengerparton, a hotel előtt még táncolnak. Reflektorokkal világítják meg a táncoló párokat. Jó színpadi kép volna ez egy operetben, a fináléban. Tudod, ezzel a szép kék, csillagos éggel a háttérben. A tenger csupa kis apró színes fényponttal. Gyönyörű díszlet. Igen, azt hiszem a fiúnak igaza van. Az élet szép. De az előbb nem akartam mondani, de tulajdonképpen még ez is a péntekhez tartozik. Mi az? Nem kellemes. Van egy hírem számodra, nem kellemes. Különös állat vagy. Te amint az ember 5 percig jól érzi magát, neked mindjárt van valami. Várj, mindjárt neked is lesz valamit. Na gyere, öregem, roncsd el a kedvemet, mi van? Megnéztem lent a portásnál a könyvet, hogy ki mindenki van itt.
cseppet sem kellemes. Ne jezges, ki az? Almádi. A színész? Igen. Itt a kastély? Itt. Hát ez tényleg kellemetlen. Na látod. És most örülsz? Dehogy örülök. Én pesszimista vagyok, de fájdalom tisztességes ember. Ez azt jelenti, hogy sohasem örülök, ha igazam van. Tény az, hogy Almádi úr itt van. Na de hát, hogy az ördögbe került ez ide? Már van legalább 10 éve, hogy nem szokták meghívni. Én azt hittem, hogy a feleségével meg a gyerekeivel nyarul a Balatonnál a saját villáját. Hát most megint meghívatta magát. Biztosan volt rá oka. És a fiú tudja ezt? A fiú semmit sem tud. Sejtelme sincs róla még most sem, hogy mit jelent Almádi úr a mennyasszonya életében. Ugyan erígy, annyi sokat nem jelent. Istenem, leckéket adott neki. Tanította a színiiskolában. Lélegzetvételre tanította. Meg ahogy mondani szokták, előre hozta a hangját. Ugyan erígy. A híres hőszerelmes és a kis színi növendék, megszokott história, magától értetődik, eltart pár hónapig, ugyan erik. Ennek már rég vége, és ennél sokkal okosabb. És mennyasszony! Hát van neked fogalmad arról, hogy milyen szenvedélyesen tud egy színésznő mennyasszony lenni, ha valaki tényleg el akarja venni? Én ugyan nem vagyok elragadtatva ettől a gondolatod, de nekem csak az a fontos, hogy a fiú boldog-e vagy nem. Ugyan erígy. Nem egy bolond lesz avval a komédiással, még ha itt is van. Ugyan kérlek egy 4 gyerekes családapával, mert ennél már igazán több esze van. Én nem mondtam semmit. Én csak azt mondtam, hogy láttam a nevét egy könyvben a portásnál, tehát itt van. Kellemes ez nem? Ez kellemetlen, ezt mondtam. De most mondok még valamit. Telegrafálni kellett volna, hogy jövünk. Na, ezt már mondtad, reggel jóval megint igazad van. Megint nem örülök. Kinek nőt soha se szabad meglepni. Mindig telegrafálni kell jó előre. Ahányszor én még az életben egy ilyen kedves meglepetést csináltam egy hölgynek, végül mindig én lepődtem meg. Szabad! Mi az? Ja, konyakot kérünk. Szabad kérdeznem, melyik a kedvenc márkája nagyságos doktor úrnak? Menj ki egy kicsit a fiúhoz. Tarts benne egy pár percig, szeretnék itt ebben, egy pár szót szeretnék vele beszélni. Gyere szépen. Hogy hívják? Engem. Magát? Dvornicsek János. Hány éves? 52. Hol született? Podmokli. Csehország. Nős, nőtlen? Nős vagyok. 2 gyermekem van. Maga tavaly még nem volt itt. Nem kérem. Az idén jött? Most nyáron. Köszönöm. Bocsánatot kérek, nagyságos uram. Miért tetszett felvenni az adatokat? Ne féljen, fiam, nem vagyok detektív. Majd a végén megmondom. Na hát, Dvornicsek János, feleljen a kérdése. Ebben a szobában lakik Balog Annió nagysága? Igenis. Itthon van már? Nem láttam hazajönni. Elmenni látta? Délután mentek el 6 órakor. Mentek? Kik mentek? Az egész társaság a kegyelmes gróf úrral együtt kirándulásra mentek, azt hiszem, San Pietróba. Messze van az? 1,5 óra motoros. A nagy motoros hajón mentek, 26 személy. Hideg vacsora van a hajón, csodás büfé. És mikor jönnek vissza? Rengeteg ital van a hajón. Nem azt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy mikor jönnek vissza. Hát arra feleltem, nagyságos uram, rengeteg ital. 50 üveg pezsgő, 18 üveg konyak, különböző likőrök, és 60 üveg sör. Reggel jönnek haza. Miért? Mert ezt előtt mind megisszák. Ja, úgy. Na, és ki mindenki van abban a társaságban? A zöme, nagyságos uram, hogy úgy mondjam, a zöme egy amerikai család, a kegyelmes gróf úrnak távoli rokonai. Ők követelik a kirándulást minden ünnepnapon. És ma milyen ünnep van? Én nem tudom, nagyságos uram.
Nekik minden héten kétszer ünnepük van. Nem ismerem ezt a vallást. Elmennek éjjel lumpolni a tengerre, a művésznő ünnepségét imádják. Énekel nekik a hajón cigánnyal. Cigány is van? 400. Különben itt játszanak a korodat Itáliában, de nem jó. A cigány nem ér semmit a vizen. A cigánynak talaj kell. Talaj? Persze, hogyne. Jó, menjünk tovább. Almádi urat ismeri? Almádi? Színész a Nemzeti Színháztól. Hogy ne kérem, Aldádi művész urat ne ismerném. Itt van nálunk 3 napja. Itt a kastélyban? A régi traktusban, a kertre nyílik az ablaka. Ezen az emeleten? Igenis. És ő is a társasággal van? Hogy ne kérem, együtt mentek el ő nagyságával. Hogy együtt mentek? Hát ő kísérte a hajóra. Együtt szoktak. Mit szoktak együtt? Hát... csak úgy, mint kollégája. Almádi úr szaval a hajó. Ezt honnan tudja? Kedden én voltam velük. Kedden? Persze, kedden! Igenis, kedden. Na jó, köszönöm. Vége? Vége. Csak mert azt tetszett mondani, hogy a végén megtetszik mondani, hogy... Miért vettem fel az adatokat? Hát tanuljon tőlem, fiam. Fogadja ezt a bölcsességet hálám jeléül. Ha valaki bemutatkozik, a vallatásnál kevesebbet hazudik, felelősséget érez. Ez a bölcsesség egy detektív drámából való, írták Gál és Turai. Köszönöm szépen. Szívesen. És akkor most miért tetszik parancsolni? Hogy miért tetszem parancsolni? Konyakot. Hát persze, hisz a konyak miatt csengettem be. Na hát milyen van kéz? Nagyságos uram, minden, ami jó és francia. Hennessy, Debussy, Rivière Gardra. Hát azt hiszem, az lesz a legokosabb, hogy egy pohár. Pardon, nagyságos uram, tessék csak csöndbe maradni. Azt hiszem, most jön haza ő nagysága. Túl az operencián, igen, ő az. Akkor nem kell konyak, hanem kerítsen valahonnan egy valami jéghideg peskül. És vegye tudomásul egyszer s mindenkorra, házi márkám, kedvenc italom, Mon Cordon Rouge. Na, gyerünk, fiam, mozgálj! Ide hozzam! Ide, hát, igen persze. Is. Érdekes, a mi mennyasszonyunk, és mégis Kálmán Imrétől énekel. Urak, fiúk, megállj! Ne menj be a szobába! Mondd kérlek, Kruszból énekelsz? Pukkasztani akarsz? Azért énekelek, mert énekelni akarok. Ha te pukkadni akarsz, azt ettől függetlenül megteheted. Kínozol, kínozol, kínozol! Egyáltalán micsoda szemtelenség, hogy csak így egyszerűen bejössz a szobába éjjel. Veled jöttem be. Én nem bírtalak. Tegnap te voltál nálam. Mert megint öngyilkossággal fenyegettél is azzal, hogy kiírtod az egész családodat. De tudomásul, hogy nekem ebből a komédiából elég volt. Az én életem más irányt vett. Én mennyasszony vagyok, és tisztességes feleség akarok lenni. A legnagyobb szemtelenség, hogy engem itt ebben a társaságban kompromittálsz. Én kompromittálok? Én téged? Én téged? Ma is a kiránduláson. Ez semmi jogod nincs. Nekem nincs jogom, nekem? Ki neveltelek? Nekem, akivel annyi lángoló órát éltél át, annyi szerelmes, édes, felejthetetlen. Nem igaz, nem felejthetetlen. Felejthető. Majd meglátod, milyen felejthető. Menj innen. Ne nyúlj hozzám, hogy nem érsz. Nézd, légy okos és utazz el. Ne tegyél idegessé. A vőlegénye minden nap jöhet. Ne köröm! Nem ölöd meg! Na hát ezt hadd kérlek. Ezt nem bírom nézni, ha sírsz. Ne sír, kérlek, ez rémes. Egy felnőtt férfi, egy családnap, akinek 4 gyereke van. De mikor olyan borzasztóan szeretlek? Te olyan feltűnően szenvedsz, Almádi. Ezt nem bírom ki. Mi az? Leveted a kabátodat? Nagyon meleg van. Rögtön vedd fel a kabátodat. Nézd csak. Úgy. És most elég szépen a szobádba hagyj aludni. Holnap énekelnem kell a nagy hangversenyen. De menj szépen. Nézd, menj már, ne rittolakodó! Jó, fiam, csak megvárom, amíg lefekszel. Van itt valami pálinka? Ott van az előszobában. Vidd el az egész üveget, de aztán menj rögtön. Ott abban a kis szekrényben. De most maradj ott kint egy kicsit. Ne nézz ide, amíg felveszem a pizsomámat. Na, fordulj el! Csend van!
Már lefek, gyertek! Talán már az! Ugyan ki van zárva, gyertek! Egészen közel a falhoz. Mindennek előtt háromszor fogjuk kiáltani egy Anni, 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 majd én dirigálom. Nem, hát mit akarsz? Újra kezded! Újra kezdem, igenis, újra kezdtem! Szeretlek, imádlak, megőrül, érted? Úgy szeretlek, mint egy felhő karcoló a felhőt, amely felette lebeg, de az első széllel elröpül. Nem bírok nélküled élni egy hétig se, egy napig se, egy órát se. Csaló vagy, ezek frázisok. Nem, megőrül, érted? De te kihasználtál és kifacsartál, mint egy citromot, és most el akarsz dobni. Ki akar eldobni, te bolond? Ne őrjünk, az előbb már okos voltál. Gyere ide, megcsókolom ezt a szép, klasszikus fejedet. Nem csók, ez borravaló. Itt nem lehet semmit se csinálni. Ez világos, mint a nap, ez egy fejlődés. Ezek a szavak, ez a hang. Megcsókolom azt a szép klasszikus fejedet. Borravaló! Ssss, ne ordíts! Te ordítok! Kifacsa, citrom vagyok. Citrom vagyok! Tudja meg az egész világ, hogy citrom vagyok. Istenem! Ó, sok szerelmes éjszakánk fellángoló emléke. Ez Almádi! Nem biztos. Szamár vagy. Egy egész ország ismeri ezt a baritont. Zenésznek akarsz te hangot letagadni. Itt nem segít semmi, ez katasztrófa. Pintek! Az emlékek megmaradnak. A herig innen... Ó, ezt látom. Ó, ezek a formák. Ez az isteni rózsaszínű bőr. Van még ilyen a világon? Ó, ez simogat még. Nem, még innen. Ó, még gömbölyű, sima, bársony, csillag. Ne harapja! Nem, mikor olyan kívánatos. Telegrafálni kellett volna. De figyelj, most azonnal menj innen, menj ki, menj át a szobánkba. És ezt a nőt úgy tiszteltem, mint egy madonnát. Most meg tudnám gyilkolni azt a férfit, aki a karjaimat tartja, meg simogatja. Jó, tudom, hogy semmit nem jelentek számodra. Hogy mondhatsz ilyet? Ne keseredj úgy el! Esküszöm neked mindenre, ami nekem szent, hogy az én életemben férfi soha nem jelentett annyit, mint te. Ezt én nem fogom se elfelejteni, se letagadni. Mert férfi vagy tetőtől talpig. Hát ki tudja, ha én nem? Óriási szerencse! Épp üres volt ez a szoba! Óriási szerencse! Nagy protekcióval megkaptuk, pirámus és tisztbe! Ó fal, te kedves drága válasz, hát most itt van! Elég volt ebből a károgásból most azonnal! Én úgy szenvedek, mint egy beteg ló! Csak ezt nem mondd, mert megszakad a szívem! Ne szenvedj, ne állj ott olyan kétségbe esettem! Gyere ide, csókolj meg, te szavár! Menj, fiam, menj innen, menj ki! Összetört az életem. Gyere, édes fiam, gyere! Ott fogsz aludni a mi szobánkban, gyere! Vicky! Búcsúzzul, megcsókolhatok. Igen, de menj rögtön. Erre a csókra emlékezzél még. Sokáig. A te régi csókod volt, forró és édes, mint az égő puncs. De most menj szépen a szobádba. Rémes, hogy bejöttél ide. Még meglát valaki a folyosón. Megölöm magamat, ha a vőlegényem megtud valamit. Mindennek az én buta jóságom az oka. Ez a buta szívem. Te engem tönkreteszel. Utazz el korán reggel az első vonattal. Még csak egy estét tölts velem. Nem lehet. Este fellépek a koncerten. Mondd le! Ezt nem tehetem meg a grófnak. Utazz el. Minden nap megjöhetnek. Az a drága fiú, aval a két vén csirkefogóval. Minden nap várom a táviratot. Utazz el! Mit akarsz? Meg akarod akadályozni a házasságomat? Jó, édesem! Úgy lesz szívem, ahogy parancsolod. Elmegyek. És délben elutazom. Pá, édesem! Most csak azt engedd meg, hogy utoljára megcsókoljalak. Azt a fűzfám fütyülő rézangyalát ennek a szünni nem akaró gazembernek. De most menj. Jó éjszakát, édes angyalom. Jó éjszakát, te csacsi. Na végre. Jó éjszakát. Mit akarsz?
mit jelent ez a csend? Ne vigyorog, tévedsz, ez nagyon erkölcsös csend. A bariton eltávozott. És az angyal? Lefeküdt aludni. De ő minket fektetett le két vállra, alaposan rémes volt. Síma, gömbő, illatos, és még harapni is akart. Almádi úr, mint felhő karcoló. A fiú, és mint citrom. Hol van a fiú? Lefektettem, piramos ő sír az ágyban, mint egy kis öt éves gyerek. Ó, fal, ó, fal, drága kedves fal. Citrom, hallatlan. Nem merek a szem elé kerülni. Felelősnek érzem magam emiatt a katasztrófa miatt. Ilyen beh! Hát persze meglepetés kellett. Turai úr az ő költői fantáziájával. Hát most van meglepetés. Sima, gömbölyű, rózsaszínű, bársonyos, illatos, és még harapni is akart a felhőkarcoló. Eridj a pokolba! Bocsáss meg, de páronnal nézem ezt a katasztrófát, mindenünnen te vagy az oka. Mi az ördögnek kellett itt ez a szoba a hölgy mellett? Én a legjobbat akartam. Nem szabad a legjobbat akarni. Elég a jó is. Most itt az eredmény. Nincs mennyasszony, nincs szerelem, nincs váltszer, nincs operett, nincs primatonna. De viszont a kutya életben maradt, a kávé jó volt, és a szobát megkaptuk. Hát minket jól kikészített ez a péntek. Én csak a fiút sajnálom. Én a fiút és az operettet. Hallatlan. Ő megcsókolja az ő klasszikus fejét. Pont a fejét. Hát ki fogja most énekelni ezt a szerepet? Ugyan, kérlek, engem most csak a fiú érdekel. Mit mond? Sír. És közben nem mond szavakat? Mond, jobb nem hallani. Mit mond? Azt mondja, összetépem. A nőt? Dehogy a kottát. És azt mondja, megölöm. A ládit? Dehogy a nőt, a gömbölyt, az illatost. Hát most már igazán kíváncsi vagyok, összetépi a zenét és megöli a primadonnát, hogy lesz ebből premier. Hát lesz premier. Muszáj, hogy legyen. Ezek után. Ezek után légy nyugodt. Lesz premier. Ezzel a zenével? Ezzel a zenével, ezzel a primadonnával, ezzel a szerzővel. Ezt én mondom neked, és minden lesz. Házasság lesz, siker lesz, boldogság lesz. Ugyan, te optimista, az ilyen jóslatok helyett jobb tennéd, ha megmondanád, hogy mit lehet itt csinálni. Egy katasztrófával állunk szemközt. Úgy van. Na, híres ír urak, most kaptunk feladatot az élettől. Na, mester, most itt a bonyolult helyzet. Ezt tessék kibogozni, rendbehozni. Na, te híres, most vedd elő a tehetségedet. Most mutasd meg, hogy mit tudsz. Meg fogom próbálni. Most azonban az a legfontosabb, hogy nem szabad a fiút magára hagyni. Menj ki hozzá, ott a kis táskája, vidd be neki. Az enyémet meg hozd ide. Majd én az, amit ebben a szobában. Kérlek szépen. Mit csinál? Fekszik és néz a levegőbe. Mereven? Mereven. Rossz. De még milyen rossz? Nem is felelt a kérdésemre. Mit kérdezi tőle? Azt kérdeztem, hogy vagy? Mondd kérlek, egy ilyen baromi kérdésre mit válaszoljon ebben a helyzetben szegény fiú? Nos, van valami jelenteni valót? Mi ez a főnököm vagy? Ez a nagyzási hóbort már kezd idegessé tenni. Na. Mit hencegsz? Azért, mert a színlapon az áll, hogy Gál és Turai, attól még nem, azt nem vagyok én, és nem Turai és Gál, én nem vagyok, ha beosztottad. Kérlek, hódolattal és alázattal kérdezem tehát, hogy mi a megoldás? Majd az orrodra fogom kötni. Éppen elég jó ötletemet rontottad el azzal, hogy a társszerzőm lettél. Ezt majd egyedül intézem, társ nélkül. Most csak pár felvilágosítást kérek tőled. Adatokra van szükségem. Erre jó vagyok. Csak erre? Na, hol lakik Almádi? Hol van most Almádi felesége és családja? Úgy tudom, a Balatonnál. Ez mi a címük? Füred Koriolán villa, nem felhőkarcoló. Hogy hívják Balog Anni édesanyját? Özvegy Balogné. Hol lakik? Erzsébet körút 70. Gondolod, hogy most Pesten van? Azt nem tudom, de hát... Nos? Most jut csak eszembe. Miért nem kérdezzük ezt mind meg tőle? Nekem az a nézetem, hogy fel kellene költeni. Miért? Hát meg kellene neki mondani, hogy mi történt. Hát, ha tud tanácsot adni. A nők ilyenkor a legmeglepőbb megoldásokat tudják.
Töltsük föl! Isten őrizzen! A nők csak akkor nagyok, ha tagadni lehet. De ezzel itt most nem megyünk semmire. A saját szavai csak nem tagadhatja le, se azt a vad érzéki támadást, amely ellen olyan gyöngén védekezett. Még szép tőle, hogy a harapást megtiltotta. Amit lehet itt letagadni? Van nekik más is. Térdre rogyás, elájulás, sírógörcs, nevetőgörcs, merevgörcs, egyáltalán görcs. Ugyan a görcs az jó nekünk, öregeknek 40-en túl, pláne színháznál. Az ember örül, hogy ilyen jó alkalom nyílik a megbocsátása, de ez a fiú 25 éves, és semmi köze a színházhoz. Ez reménytelen. Vagyis nincs megoldás. Mindenre van megoldás, csak meg kell találni. De ez nagyszerű, ez direkt egy aforizma. Írd fel minden esetre. Most azonban a legfontosabb. Nagyon okosan és nagyon tapintatosan bánni a fiúval. Ülj az ágya mellett, ameddig elalsz. Ez nem alszik, máma. Hát akkor adj neki valami altatószert, muszáj, hogy kipihenje magát, az ő lelki békéje nekünk. A sikerünk, üzletünk. Csúnya szava. Tegnap még milyen szépek voltak. Na, én most minden esetre bízzál rám mindent, átveszem a kommandót. Hagyj magamra, mint darabjainkban szokták mondani, az éj tanácsot hoz. Bízd bennem. És főleg arra alapozd a bizalmadat, hogy amint te nem segítesz nekem, én megtalálom a megoldását a legnehezebb helyzeteknek is. Fogad szívből idő forró köszönetemet. Nincs mit. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Holnap korán reggel legyen szerencsém, addig nem mozdulj el mellőle, ez szigorú utasításom. Volt szerencsém? Telegrafálni kellett volna. Tessék! A pesgőt hozom, nagyságos uram. Milyen pesgőt? Moon Cordon Rouge. Ahogy mondani tetszett. Hát, az már régen volt. Az bizony nagyon régen volt, azóta nagyot fordult a világ. Na mindegy. Pesgőt még életemben nem küldtem vissza, tegye le. Elég lesz négy pohár? Három vissza, egy itt marad. Látom a szemén, nagyságos uram, hogy a nevemen gondolkozik. Dvornicsek. Persze. Na hát, Dvornicsek, János, elmehet aludni. A reggelit mikorra parancsolja? Most hány óra van? 3:45, már virrad. Hát mondjuk úgy 7 óra körül, különben majd csengetek. És mit méltóztatik parancsolni reggelire? Hát lehet egy kis sonka, tojás, hideg csirke. Valami hal, roast beef, szalámi, nyelv, Sardinia, szalonna. Igen. Sajt, vaj, méz, dzsem, roskenyér, konyak és tea. Citrommal? Nem! Rummal. Rendben lesz minden. Mondja, tulajdonképpen maga mikor alszik? Télen. És nyáron? Soha. Mit akar? Nincs több kérdés, nagyságos uram. Mert én szívesen felelek, nagyságos uram, minden kérdésre, amire csak tetszik. Én imádom az ilyen vendéget, aki nem csak a szolgát látja bennem, hanem az embert is. Tessék még kérdezni. Olyan jól esik. Hát mára már éppen eleget tudok. Szeretnék sokkal kevesebbet tudni. Akkor nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Kedves jó nagyságos uram. Várjon csak! Igen? Hol találok itt levélpapírt, meg távirati blankettára is volna szükségem? Toltinta... A könyvtárszobában mindenféle írószer van, de ha gondolja, ide is hozhat. Nem, ez nagyon jó ez, mert majd a könyvtárban írom meg a leveleimet, hogy senki nem zavarhat. Majd fölgyújtom a villanyt, nagyságos uram. Állj! Igen. Ez itt velem jöhet. Na, menjen csak előre, fiam! Köszönöm szépen!
Kedves fiú, nagyságos uram.